Nagyon élvezték a gyerekek az Erőv ZRT által kezdeményezett csapvíz népszerűsítő programot Alsónyéken. A picik rövid ismertetőt hallhattak a víz körforgásáról, vagy a környezetvédelem fontosságáról, amiket a tablókon keresztül meg is nézhettek. A programsorozattal a környezet és a vízvédelmére szeretnék felhívni a fogyasztók figyelmét. Az óvodásoktól egészen a nyugdíjas korosztályig készülnek programmal. A vízfogyasztóknak a szemléletét szeretnénk átformálni a vízhatékonyságra, vízvédelmével kapcsolatban, a környezeti energetikai hatékonysági program keretei belül az Erővíz Közműzrt uniós forrásból 30.089.000 forintot nyert, teljesen európai uniós finanszírozással, és egy ünnepségsorozatot, egy rendezvénysorozatot szeretnénk a gyerekekkel kezdeni itt az Alsónyéki óvodánál. Ugye három régió van a víziközmű területén, és akkor majd megyünk az északi régióba is, és a központi régióban is szeretnénk rendezvényeket tartani, de déli régióban kezdtük először. Az Erőv ZRT munkatársai a Szekszárdi Vármegyeházán a város születésnapján tartották első felnőtteknek szóló szemléletformáló rendezvényüket. Gyermekelőadásból viszont az Alsónyéki volt az első. További tervezett előadások megtartásában reménykednek, de nem tudják még, mit hoz a vírus helyzet. Vízvédelmére szeretnénk kitérni. A gyerekeknek a bemutatkozásomon említettem, hogy addig nincs probléma, amíg a csapot megnyitjuk otthon, természetes a fürdéshez, a locsoláshoz, a különböző felhasználásokhoz, de mikor nincsen víz, akkor veszük észre, hogy milyen nagy problémát is jelent, és erre vízre nagyon kellene vigyázni, és az óvodásoknak, hogy a gyermekeiknek, az unokáiknak is jusson víz, sőt meg az utókornak, utánuk lévőknek is, és különböző tablóképeken mutatjuk be a földvédelmét, a vízvédelmét és a víznek a hatékonyságát, illetve a tisztítási folyamatát, vagy hogy kerül el egy településre. És több megszólítási módot kerestünk, lesz fotópályázatunk, rajzpályázatunk, és különböző civil szervezetek is részt vettek a pályázatunk beadásában, akár a nyugdíjas alapszervezeteket is szeretnénk megszólítani és felvenni velük a kapcsolatot. Az ügyfélfogadásunkon is, a szolgálatunkon van kérdőív kitöltésére lehetőség, és hát pozitívan vesszük az első benyomások alapján a fogyasztóknak a részvételét. Látszott valami foltocskát, vagy hogy mondjam, talán ilyen foltszerűt látunk? Mikroszkópon át a saját szemükkel nézhették meg a kéti óvodások, milyen fonálférgek találhatók meg a szüretlen vízben. Aztán azt is szemügyre vehették, hogy néz ki a már megtisztított ivóvíz. Ezek a felvételek már Kétyen a helyi óvoda udvarán készültek. Szabadtéren továbbra is biztonságosan lehet felhívni a gyerekek figyelmét a környezetvédelem és a tiszta ivóvíz fontosságára. Néhány méterrel arrébb pedig az ivóvízzel kapcsolatos ügyességi vetélkedőn próbálhatták ki magukat a kéti gyerekek. Ebben az intézményben nem csak most, hanem minden napon nagy gondot fordítanak arra, hogy a hozzájuk járó gyerekek már a legfiatalabb korban elkezdjenek megismerkedni a környezetvédelem és a tiszta ivóvíz fontosságával. A vízünk az szűrt víz, abból isznak a gyerekek. Ott a csapnál elmondtuk, hogy addig töltjük csak, ameddig megisszuk, tehát ne öntsünk ki vizet. Amikor kezet mosunk, akkor is mielőtt beszappantozzuk, megvizezzük, de elzárjuk a csapot, szappanozunk, és utána nyitjuk ki újra a vizet, hogy fölöslegesen a szappanozás alatt ne folyjon a víz. Ők ezt nagyon tudják már, erre gondot fordítunk, mivel nagyon fontos a víz. Az Erőv ZRT az ivóvizet népszerűsítő kampányát kifejezetten a gyerekek életkori sajátosságaihoz állították össze. Vizet szeretnénk népszerűsíteni, a csapvízfogyasztást, az ivóvíz vízbázisok védelmét, ami ugye az utókornak is nagyon fontos lesz. A vízszolgáltató cég munkatársai a következő hónapokban minél több hasonló programot akarnak megvalósítani. Maga a kisgyermek is formálja otthon a szüleit, illetve a nagyszüleit is, mert van ott rá olyan példa, hogy akkor otthon elmondta, hogy apa, anya az óvodában mez volt, és akkor zárjuk el a vízcsapot, kevesebb vizet fogyasszunk, más dobjunk be a szennyvízbe, és ez már megérte. Az Erőv ZRT munkatársainak a célja, hogy valamennyi településre eljussanak hasonló programokkal, ahol a cég ivóvizet szolgáltat.